Es que das wäre so. Und. Na, úgyhogy eltöltözök, itthoni ruhába. Táplálkozási, üzleti megbeszélésen vagyunk. Johnny nagyon felidegesített engem. Mi? Nem tudod kimondani a nevemet? Azért annyira nem üljék hideg, tehát nem kell meghalni, de... Azért de... Mi az előbb itt lubic voltál videó nélkül, tehát ne szimulálj! Jó, de azért hideg, na. Ne szimulálj! Várjál, már mindjárt nekősök az ilyen... Sziasztok! Én azt mondom, hogy nézzétek végig velünk a filmet, ugyanis láthatok velünk szép tájakat, jó kajákat, szép tengert, sok-sok nevetgélést, és legfőképp a hullámot, ahogy az arcunkba megy, meg jéghideg, víz, meg minden, de annyit nevettünk, hogy szerintem ti is jól szórakoztok, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk. Most jöhet a intro. Sziasztok, ez a Bontbalon csatorna, én Johnny vagyok, és itt ott velem a párom Trixi. Sziasztok! Elmegyünk ketten gyaralni, Hajdúszoboszlóra, kibéreltünk egy jó kis kecót, bár mondjuk tavaly is voltunk ott, és aki nem látta, az nézze meg azt a videót, majd lerakom a leírásba, most ugyanarra a helyre megyünk, és nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy most így ketten ilyen romantikusan oda elmegyünk, aztán majd pancsolgatunk, fürdőzgetünk, majd látni fogjátok. Sőt, azt is fogjátok látni, hogy elpakolunk a táskába. Nagyrészt Trixi, mert bügyesebb. Azért biztos a hajunk, mert nemrég mostunk hajat. Igen, mert strand előtt hajat kell mosni, mert ugye a klór az nem szennyezi be, igen. Meg sok izé. Jó, mi ilyenek vagyunk. Ezt nézzétek el, ha nem nézzétek el, akkor nem tudok mit csinálni. Úgyhogy, aki nincs feliratkozva, az iratkozom fel a csatornára, és lájkolja, ha tetszik, és hozzá meg Facebookon. Úgyhogy ma van szombat, vasárnap megyünk, Trixinek a testvére jön értünk kocsival, és akkor elmegyünk Szoboszlóra. Úgyhogy ezúttal is köszönjük, hogy jössz értünk. Szia! És akkor így jelünk is csapatutazás, aztán meg elmegyünk a bútba, elnyomunk egy fagyit. Hát ezt nem videózzuk le, mert nem mindenki akar benne szerepelni, de tök jó lesz. Igen. Úgyhogy. Én meg videó közben majdnem fellöktem itt valamit, meg Johnny háromszor, nem áll három, most már negyedjére takarsz ki. Bocsi, csak kimered a karom. És tudod egyenesen tartani amúgy. És közben Bontbalon póló van rajtam, YouTube-os. És most vedd le. Nem mehetem. Helyen, vedd le. Úgyhogy anyósom, anyukám és testvére, hát együtt megyünk kocsival, így elkísérnek, és akkor bevásárolunk, utána elnyomunk egy vagy fagyit, vagy pálcikás jégkrémet, és akkor utána meg megyünk a kecóba. Én pálcikáshoz szeretnék, úgyhogy szurkoljatok, hogy olyat tegyünk légy. Na, mire ezt látjátok, már... De majd Szoboszlóra elmondjuk. Úgyhogy egy pár perc múlva meg tudjátok, hogy most pálcikás volt-e, vagy ja. Gömbös. Majd elmondjuk a sztoriban, mert ezt nem videózhatjuk le, de... Ha gömbös, akkor legalább ennél nagyobb, háromszor akkora legyen. Meg most teszünk virslit, legalább is én, meg eszek sajtot, úgyhogy táplálkozás következik, aztán elpakolunk, azt is látni fogjátok. Sőt, viszünk, amúgy hagymát is eszek. Sőt, viszünk vízipipát is, szóval fogunk vízipipázni. Laptopot is viszünk, tehát hogyha betelik tudjátok a memória, akkor felraktuk a laptopra a kettyolvosóval, meg tudjunk zenét hallgatni közben. Igen, meg még én ilyet is akarok vinni. Levest. Levest. Amúgy tényleg leves. Amúgy ez valami új fajta. Ez milyen ilyen? Green curry, zöld curry, teljesen más, de amúgy jó. Ja, tudok főzni levest. És akkor este, hogyha nem kívánjuk a főtkenyet, akkor
eszünk leves, majd rendelünk mindenféle pitet, meg kajálgatunk, és a fürdőben kötelező megenni egy lángost. Én a fürdőt a legjobban a lángos miatt várom, mert imádom a lángost. Én szeretem. Zsani, én nem lángos vagyok, vigyázz, mert a szél lefújta a szeretetet. Úgyhogy megyek ezzel a kis gyagyással nyaralni. Máshogy elmegyünk, oda. Na, így? Igen. Bevágom azt a hangot. Nem látszódott. Ja, akkor várjál, oké, de még egyszer. Így kéne. Ja. Még egyszer? Na, most még egyszer. Jó, harmadjára. És most oda kellett volna nézni? Nem, csak tudod, akkor bevágom azt a gumikocsát. Akkor még egyszer. Jó. De te oda nézd. Én elnéztem. Na, akkor nézd még oda. Egyszer. Na, jó. Most pacsi? Most így? Vaj, így egy pacsi? Várjál, hol a segg? Ja? Nem a seggem, a közödött. Ja. Amúgy még jó, hogy így van a kamera, mert nyíltan boxerben vagyok, tehát ezt meg elég nehéz lenne kitakarni. Hát így ekkora izével kéne. Na jó, ne húzzuk el a videót, szóval tartsatok velünk, pakolászás és megyünk táplálkozni. Sziasztok! Szóval majd onnan köszönünk be a Szabadszlóra. Bocsi, csak már pontot akartam. Nem baj, mert Szabadszlón beköszönünk, na. Jó, sziasztok! Csá-csá! Mivel kétszer mondtad, hogy Szabadszlón köszönünk be, így sziasztok! Sziasztok, itt vagyunk Szabadszlón! Nem amúgy! Ez a konyha meg mindig. Így megyek Szabadszlóra, úgyhogy vagányba. Hát nehogy már. Minden normális videóba bekerül. Szevasztok megint, amit most láthatok így, nem tudom, még nem láttam a vágást, még mindig holnap megyünk kirándulni. Nyaralni. Kirándulni. Na, amit láttatok, ilyen kb. Egy perc lesz így felgyorsítva. Azt én szerintem 2,5 óra hosszáig fogom vágni ezt a videót, ami nem tudom, szerintem max. Egy perc lesz felgyorsítva, de mondom, még én sem láttam a felvételt. Feltöltem a gépre, mert úgy megyünk kirándulni, nyaralni, na, hogy üres lesz az SD kártya, és akkor tudjunk nyugodtan videózni, legyen rajta hely. Tehát minden kütyüt elraktunk, minden izé, már filmforgatás következik, már moziba adják, tehát itt vettük az állványjal, itt az állvány, bocsánat, ott az állvány, és azzal vettük fel. Úgyhogy amit láthatok felgyorsítva, az egyenként oda pakolgattuk, izé. Úgyhogy majd lehet egyszer belerakom egy ilyen paki videóba. Na, csőváz. Most csiszteljünk Debrecenbe a konyhába! Szóval, itt vagyunk most már Szabadszlón, a konyhába ugye átrepültünk. Hát, miért tudunk? Megérkeztünk, és... Nagyon jó minden. És tök jól érezzük magunkat. Úgyhogy... Úgyhogy még nem pakoltunk ki, még itt vannak a cuccok, de... Még nem tudok beszélni, mert még... Hatásolat vagyok, most éreztünk meg, és én nagyon érzem magam, hogy itt vagyunk. Én is csak rálép, jó? Így. Elterveztem egy csomó minden, pedig most nem tudok, szóval most segíts. Hát, hogy jók vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok cuccunk volt. Úgyhogy... Hát, van cucc. De hát ennek a fele eltűnik, mire hazamegyünk. Persze. A hűtőbe egy pár dolgot. Meg elfogyasztjuk, meg mivel kocsiba jöttünk, és sokkal jobb volt. Meg elnyaltuk a jégkrémet, hogy mondtunk. És pálcikás volt ennyire. Reggel még hideg volt, de igen, Trixi nyert amúgy, szóval... Mindig én nyerek, az van, amit én volt. Reggel még nagyon hideg volt egyébként, este esett az eső, de jól is esett, mert hűvös volt. Jól is esett, igen. És akkor... De most már melegebb az idő. Még nem tudok beszélni amúgy, mert hatás alatt vagyok, de... Akkor ne beszélj. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a többi kalandunkat, fogadjátok szeretettel.
Csak mindig nem volt, úgyhogy. Én még alszok, tényleg megint beszél. Sziasztok! Fontosabbak. A vacsoránk. Tényleg a hűtőszoszot tegyük egybe. Igen, mert mi van a kommentesünk. Na, átöltözök itthoni ruhába. Na, hogy csinálják a YouTube videósok? Nézd, mert nem működik. Na. Na, sikerült. Úgyhogy átöltöztem. Megyünk kávézni, meg zenét hallgatni. Ittunk kávét. Éppen pizzát rendelünk, választunk pizzát. Picit középre tudott tenni. Amit mondtam, az jól hangzik. Így sem videóztam még, de... Az a Verona? Az a Verona pizza. Hát de, ha ezt így nem kívánod, van olyan, amit... Mi van a Veronában? Sorod fel még egyszer? Hát az egy sonkagomba pizza. Vagy na, sonkagomba, songokú pizza. Igen. De mi van benne? Sorod fel még egyszer? Mozzarella, sonkagomba. Hát és valami... Nincs valami, amiben több van. Ezért mondom, hogy mivel ezek nem tetszettek neked, van olyan, amit te választhatsz. Van 4-3 feltétes, meg 5 feltétes. Jelenleg táplálkozási, üzleti megbeszélésen vagyunk. Nem. A táplálkozás, beszéljük meg, hogy mit fogunk étkezni, nem erre meg helyen. Figyeljetek! Fixi még kiválasztja az ételt, és utána végre megrendeljük, és karácsonyra megérkezik, igen. Szállítási díj 3650 Debrecenből. De jó az, amit én választottam, hát most... Jó, nem, meg akarom nézni, hogy nincs-e olcsóbb. Ugyanilyen árban van most. Hello. Most itt vagyunk az erdőben, jaj, bagoly. Ott folyik a tenger, Trixi lebeg. Johnny nagyon felidegesített engem. Mert? Megrendeltük a kaját, mondom, megrendelem. 15 percig fel alá járkáltam, mondani, ettől nem jön ki gyorsabban a kaja. Jó, éhes de. Vagyok, na. Ha éhes vagyok, akkor ilyen az ember, hogyha éhes. Úgyhogy érkezik a táplálékunk, meg van rendelve. Jön a futár, a srác. Azt átvesszük a táplálékunkat. Hogyha beválik, még rendeltünk innen. Ja. Tavaly is rendeltünk, tehát... Csak nem minden hall a jó. Milyet rendeltél, Trixi? Szemmakarósat. Én egy retro burgert rendeltem. És te, Johnny? Nem tudom, mi a neve. Van rajta paradicsom szószos, pizza. Gomolyasajt. Kukorica. Sonka. Bacon. Meg gomba. Gombó! Gombó! Úgyhogy ilyet rendeltem. Aztán jön a táplálékunk is. Nem jön. Vacsorázunk. Neki nem hozzá ki. Jön a vacsora. Meg pólóim. Úgyhogy, ja. Vizsgipáltad a majd fogunk vizsgipázni is. Na. Összítem, azt mondod, meg majd főzünk. Úgyhogy majd kajánál. Na, megérkezett a kaja, ugye láttuk a rendelést az interneten. Nagyon hamar kioszták egyébként. Ó, én már megvestem a pizzát, jól néz ki. Én még nem. Nem jó. Mindjárt mutatom a kaját. Hogy jó pizzát eszek. Közben a laptopon nézünk sorozatunkat. Trixi bontja épp a kajáját. Úgyhogy... Kajcsi. Nem mutatom. Jött az én kis pizzám. Hú, itt a gomolyasalt. De jól néz ki. Hammi. Sőtompi. Itt a laptop.
Hogy rakjam a laptopot, hogy jó legyen neked kincsem? Hát, hogy erre forduljon, és akkor úgy látjuk. Mindig úgy szoktuk, hogy közben nézzük a sorozatunkat. Tóth János. Jó. Tökéletes. Jó. Úgyhogy, aki videó közben kajál, annak jó étvágyat, majd nekünk is. Úgyhogy tartsatok velünk. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Na, megkajáltunk, megettük a pizzát, meg a honvét, fú, olyan jól laktunk, majd elalszok. Még maradt belőle is, hogy bírtam megenni, de majd később megeszem. Most már kapakoljuk el az elevőtát, hogy jó be legyen hűtve és hideg legyen. Milyen volt a kaja? Nagyon finom volt. Hamar kihozták a mindenit. Fú, seperszalat. Hát, barom jól esett. Szóval, ha valaki rendel pizzát, akkor mindenképp javaslom, hogy rendeljen, mert tényleg hamar kihozzák, finom. Meg a keszó is jó, szóval... Hát a házigazda, nem is mondom, az nagyon aranyos. Úgyhogy minden is puszilunk, mert szoktam nézni a videónkat. Ja. Mind megtudtam. Nem, úgyhogy tök jól el vagyunk. A kutyus az végigugat, mert szegény most így egyedül van, de egyébként nagyon aranyos. És a szállás 10 pont. Itt a fürdőszoba. Trixi befonta a hajamat. Látjátok, ha én tudom. Na, ez. Úgyhogy nagyon jó. Itt a zuhany. Ott meg én. Megnézek Trixit. Sikerül? Úgyhogy benyomunk egy energiát, mert elalszunk. Aztán szerintem megyünk sétafikálni. Most akkor merre kell menni? Az útvonal közelében a következőre, menjenek jobbra vagy balra, de az biztos. Hát értem. Nincs se. Sétafika. Sétafika. Na, 7:50 van. Na, menjünk. Találatok az útvonal közelében a következőre, hölgyem és uram, maguk nagyon menőek. Ó, köszönjük szépen. Menőek. Azt úgy szoktam mondani, hogy menők. Ez a nő ilyeneket mond. Sétafika. Nem, amúgy én mondom be. Jonian Bond és Pixi. Találatok az útvonal közelében a következőre. Nem kell mondani. Jon és Trixi. Mi? Nem tudod kimondani a nevemet? Mondjál bele valamit. Az Ungarosbastrand harmadik számú bejárat az érkezési időpontjához képest egy órán belül vezetünk. Az útvonal közelében a következőre. Trolli szeretlek, by Trixi. Nem én mondtam neki. Hallom. Még csak ott van. Oda megyünk majd. Ott a strand. Kilépek. Séta fika. Fikás vagy? Sétálgatunk. Úgyse. Nem. Sétálunk. Na, ott a bejárat. Bocsi. Bocsi. Oda menjünk. Nem most, vagy holnap. Ma vasárnap van. Úgyse. Úgyse vasárnap. Mondjuk nem tudom, ti mikor látjátok, de most vasárnap van. Úgyhogy egy olyan másfél hét múlva vágom össze, szóval... Bocs. Na, szevasztok újra, gyerekek. Most fogom a videókat, meg a képeket felmásolni a laptopra. Utána pedig a pendrive-ra, a telefonról, meg a videókameráról. Feltöltöm a laptopra, utána a pendrive-ra, mert azt még nem mondom, hogy a laptopra, utána meg a pendrive-ra. Még nem az egészet, még csak egy nap voltunk a fürdőben, most jöttünk a fürdőből, lezuhanyoztunk. Azért beszélek össze-vissza, mert fáradt vagyok. Közben nyomtam egy live-ot, nyomtunk egy live-ot a fürdőbe, strandon, és felmásolom a
laptopra, aztán a pendrive-ra. Ja, hogy legyen hely. Aztán holnap egy kis sétafika, a vízipipa, ilyesmi. Aztán meg szerre csütörtök, meg instant. Szépen bekapcsoljuk a laptopot. Látjátok, most van hétfő. Na, és csináltam egy olyan mappát, hogy 2020 nyaralás. Telefon, berúgjuk ide a... Így. Ezt ide berúgjuk. Felmásoljuk a laptopra. Fájlok átvitele, telefon. És akkor mehet a másolás. Na, szépen másolja a laptopra. Ott van ilyen bazárbolt. Azok nem tudom, mit csinálnak ott a fiatalok, de jobbáznak. Ez olyan, mint az AC/DC-ből a Hellbells. Ilyen harang. Látjátok, milyen szép. Közben muzsika szól. Kicsit altató. Levédehoztam a kutyát, mert nagyon aranyos. Most jöttünk a bótból. Ja, és én cipelek mindent. Ja, tényleg megígértem, hogy megmagyarázom, hogy azért cipelek én mindent. Mert Johnny tartja a kamerát, és úgy elég kényelmetlen lenne, és erősködtem, hogy nyugi, elbírom. Na, szóval ezért cipelek én mindent. Igen, tehát Trixi ködegedett megint, hogy ő akarja hozni a cuccokat. Még mivel videózok, nehéz a kamerát tartani egy huzamba, a
Hát egy ilyen kis oroszlán. Puszkau. Ott. Így hát Tixi bevállalta, hogy hozza a szatyit, én meg így fogom a kis kamerát. Így. Ez a helyzet. Hú, de jó. Ilyenek nekünk is van, volt. De nem szép? De. De nem, hogy már mindig előre még sose vagy a kamerában. Úgyhogy ez történt, gyerekek. Vettünk pár dolgot az esti programhoz. Te mondod, hogy vegyem elő az utcán. Mondtam, hogy mondom, vedd elő, azt mondja, így, tehát mögöttünk állnak. Hát mondom, és... Azt halljuk, hogy férfi ott volt a kerítés mögött, ott tüsténkedett. Megettünk egy jó nagy hambit, na? Igen. Király volt. Nem, egyébként Trixi, nagyon szeretlek, meg imádlak, és jó lenni nyaralni, és jövőre is jövünk, meg nagyon sokszor jövünk ide. Csak nagyon kell húgyoznom. Majd behúgyozok. Egész úton majd behúgyoztam. Jaj. Nem baj addig. Van egy kis nyugi. Békén vagy az asszony. Békén, hogy az asszony. Szenvedély van a lányban. Krumpli mosás. Forgatni. Csak görgesd azt, na, francba. Jó, és most csak a kezedet. Azt majd írják a videóból. Mi van, nem tudsz, hogy ezért? De ugyanoda rakod vissza. Na, mit csináljak? For... Így görgesd, így. Így? Aha, úgy. Na, úgy, ez a grillezés. Az megfogja, szóval rakja egy centivel arrébb. Jó, hát én filmekben láttam őket. Így kell, aha. Szuper. Jaj, várjál, rám csapott. Thank you.
Na, most menjünk a tengerpartra. Már egész nap benne voltunk a jó meleg vízbe. Szól a copyright zene, nagyon tökéletes, ahogy elindult a videó. Kedvenc számunk. Amúgy nem. Na, szóval menjünk tengerpartra. Ő volt a sztár vendég. Még ilyet nem láttam. Ha hát álljon meg a menet! Álljon meg a menet! Ez az a bizonyos videó, amire akárhányszor fogunk róla beszélni, akár ilyen családi rendezvényeken, mindig nevetünk jó sokat, legalábbis Trixie. Ugyanis tudni kell, hogy én nagyon, de nagyon, de a világon a legjobban én nem bírom a hideg vizet, akár egy cseppet sem. Egyáltalán nem bírom a hideg vizet. És én a jég extrém hideg vízbe belementem nyakig. És ezt Trixie természetesen levideózta. Úgyhogy kérlek, nézzétek meg. Be vagy egy nyári estén. Bíz már bennem. Ide. 6 perc, 30 másodperc, és bent van. Bejöttem az extrém hideg vízbe. Nem mondhatjátok, hogy nem jöttem be. Jó hideg, ó. Extrém hideg víz. 22 fokon, csak a víz 10 fokot. Mint a hóba fürödnék. Majd azt délen próbáljuk. Jó, lehet, hogy szállalmasra jöttem be, de bejöttem. Igen, amúgy ez nem számít, hogy amúgy te húrgázol. 6,5 percig. Mindenki összeszarja magát, de... Jó, hát tudjátok, milyen nehéz volt bejönnöm? Gyere, mondok egy titkot. Legszívesebben, mikor bejöttem, visítottam volna, de tudtam, hogy Jami akkor nem jön be, és tartottam volna. Ilyen a női erő. Kösz. Szeretnél az arcomban? Nem. De ez extrém hideg, ember. Extrém alacsony, hát hol van az hideg? Hát arra van, ami... Ó, de erre gyere, mert mindig az elnék az irányba mész. Itt van meleg? Ja, érzed? Hát, értem. Csak itt nyomodok, hogy benne legyen, ott mindig össze-vissza szaladgálsz. Szaladgálás, de bejöttem a hideg vízbe. Itt már meleg, már nem fú, van. Én, gyerekek, nagyon nem bírom a hideg vizet. Kiszállni lesz jó. Hú, de akkor egyből a forróba. Nem, akkor ahhoz a felmegyünk. A francot? Jó, mennyi az idő? Nem tudom. De nagyon nehezen szántam rá magam, de bevállaltam. Mert amúgy tényleg be akartam jönni a tengerpartba, de... Te mondtad, amúgy nem menjünk oda? Nem, tényleg én mondtam, de nehezen jöttem be, de bejöttem, az a lényeg. Az a lényeg. Az mindegy, hogy milyen parom hideg. Szánalmasan, de... De bejöttem. 50 percünk van. És 21 percünk van. Ugyes, jó van, átmehetünk a melegbe, gyere. Most? Uh-huh.
Na? Holnap kicsit aludhatunk tovább. Persze. Tíz. Én haját mosokat tudjuk, mert ez a víz ez nagyon összekap. Úszik! Csak hogy tudjátok. Csak nagyon mély a víz. Jaj. Vagy meg épp, hogy legyen a lábújam. Most pancsíz valamit. Micsoda? Pancsíz valamit. Pancsi? Erről a videóról fogalmam sem volt. Na hát irány a víz. Nem hideg egyáltalán. Csak nem akarom zsanélős mondani. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hideg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hideg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hideg. Jó, ha bent vagyok. Tegnap előtt kicsit jobb volt, mert jobban akartam motiv. Nincs van itt. Még van, bent vagyok. Adom, Johnny. Csak a videó annyira elkezel, így tudod. Dopi. Na, fázóség megjöttek. Trixi, nem akartam mondani, hogy milyen hideg a víz, vagy erről látok jelenetet, de egyébként jó bírta, meg szeretek hideg vízben lenni, csak meg kell szoknom a vizet. De egyébként kellemes volt, meg jó volt hűsölni, de most menjünk a meleg vízbe. Nekem valamiért te nagyon gyanús vagy. Nézed a filmet. De ha nem vagy feliratkozva, akkor nagyon gyorsan iratkozz fel, és nyomjál rá a harangra. Csak mi nincs hullám. Várjon, már én csinálok.
Oh,
Trixi kapott tőlem ajándékba egy ilyen felfújható gumimatracot, ugye amit a strandon használ az ember. Hát erre nem olyan egyszerű felszállni. És voltak próbálkozások, úgyhogy óvatosan a folyadékaivással. Majdnem. A víz alatt volt az előbb, honnan vettem fel? Nekem is leesett. Na, gyerünk Trixi! Fogom! Lök... Megvan? Megy! Azaz! Megtanulod, ügyes vagy te! Hajrá! Az én csajom! Még egyet! Az én csajom, vagány! Na gyere! Hopps! Ez az! Ez az! Nem bonyolsz! Nekem is ott borul el amúgy. Nem merek lesz. Segítsen? Menni fog. Ez az, nyom magad! Vetődj! Ügyes vagy, jó neked? Figyelj, mutatom! Gyere! Igen. Figyelem, csak még a szemüvegedet igazgattad. Itt vele a kapasztok. Hát, próbálom tenni a lábam, mert nem ér el. Az ürünk még fel. Ha ha ha!
Na. Pedig most már el kéne élni azt a pontot. Na, gyere buckó fej! Jaj, jaj, jaj! Ez az. Na mossak fel a lábad. Jó volt, legyél határozott, ne félj tőle. Na, győzz le, azaz. Jó lesz. Fogom. Azaz. Baszki, ez jó volt. Na, ez király, még egy ilyet. Na. Úgy. Na. Megy. Na végre. Na végre. Egy picit nyom meg, mert ezt te csináltad magadtól. Na látod, ennyi kellett. Megtollak egy picit, kapaszkodj, kapaszkodj. Várja, mert... Ez meg ilyenkor mennek. Irányba kell seppelni. Jó? Hát így, így, így. Nem, fordítva, fordítva, úgy. Fordítva, mindig fordítva kell. Thank you.
mindjárt kikapcsolom a zenét. Jaj, elesek. Itt jó lesz. Szóval, sziasztok, Bandbalan nézők, ez egy titkos videó, remélem nem hallja. Na, most nincs Benjani. Most fogunk összepakolni a nyaralásra. Hát, remeg egy kicsit a kezem, bocsánat, de... Meg szeretném köszönni a szeretteinknek, hogy mindenbe támogatnak minket. Úgyhogy tudják, mire gondolok, úgyhogy szeretünk titeket. Meg szeretlek téged is, Johnny. Na, meg üdvözlök minden rajongót, sziasztok! De nem, a visszafelé itt vettem fel. De azt már Szoboszló, nyom már ki. Jó! Agam. Baki! Na, nyom ki. Nyom ki te, agam. Harlem Shake! Na, kinyomod. Addig nem, amíg táncolsz. Nyom már ki, tudod, hogy egyedül. Nyom ki! I'd like to begin with a fact. It is business. Big business.